Köszöntöm a kedves látogatókat és bentlakókat egyaránt. Minden most látható, megint a fürdőszobában vagyok. Rég volt már ilyen fürdőszobai videó, de egyszerűen ezt már csak itt tudom fölvenni. Ez egy ilyen unboxing jellegű videó lesz, de egy borítékot fogok kibontani. Figyeljétek, nem fogjátok elhinni, kitől kaptam. Ugye mindenki látja, elsőbségibe jött direktbe nekem. Lássuk, mit ír. Jaj, nem is inkább ezen a felén bontom ki, nem akarom szétszakítani. A boríték kibontásban mindig is nagyon profi voltam. Szerintem ez egy szerelmes levél. De egy belefingott a csávó. Hát pénzt nem küldött hozzá. Kurva életben. Pedig arra számítottam, tele lesz 20 000-essel. Látod? Látod milyen? Tisztel engem. Azt írja, tisztelt honfitársam. Ott van, hogy ki ő. Ő excellenciája, Sir Orbán Viktor személyesen. Szóval az nem tréfarépa a dolog. Azt írja, azért írok önnek, hogy tájékoztassam. A kormány január 17-i ülésén határozott a stop soros törvényjavaslatról. Ezt nevezhetjük akár Orbán csomagnak, vagy állítsuk meg Gyorgyi bácsit. Paktum. Az elmúlt év végén lezajlott nemzeti konzultáció során az ország polgárai elsöprő többséggel nemet mondtak a soros tervre. A stop soros törvényjavaslat célja, hogy érvényt szerezzen ennek. Meg kell akadályoznunk, hogy Magyarországból bevándorló ország legyen. A tét hatalmas. Az ország határán felépített kerítés megállította a migránsokat, a bevándorlás támogatói azonban most újabb támadást indítottak hazánk ellen. Soros György lemondaná a határzárat, és milliókat akar betelepíteni Afrikából és a Közel-Keletről. Nekünk Magyarország az első. Ragaszkodunk ahhoz, hogy csak mi, magyarok dönthessük el, kikkel élhetünk együtt. Ezért a stop soros törvényjavaslattal és minden eszközzel azon leszünk, hogy megvédjük hazánkat. Össze kell fognunk azért, hogy Magyarország megmaradjon magyar országnak. Itt az idő. Álljunk ki Magyarországért. Üdvözlettel! Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Hát én nekem ebbe csak az a furcsa, hogy most láttam egy videót erről a Gyorgyi bácsiról, és nekem tök úgy tűnt, hogy ez egy tök csofat vén öreg ember. Szóval itt egy nem olyan nehéz megállítani, nem kell mindenféle törvényeket hozni, le kell csavarni neki egy pofont, ugye a liberális világban élünk, nem szabad különbséget tenni a fekete kisfiú meg a fehér öregasszony között. Most egy ilyen csopfat öregembert még egy Starbucksba is elképzelném a ringbe, simán megállítaná még szerintem a Szél Bernadett is össze tudna vele csapni, hogyha arról van szó. Pedig ők egy oldalon harcolnak. Vagy nem? Nem tudom, tudjátok, hogy milyen mostobb állat vagyok. De én azt mondom, hogy meg főleg azt mondja, itt mit írt? Hogy Gyorgyi bácsi lebontaná a kerítést. Hogy? Az a csofat öreg ember oda megy, azt izé elkezdi ott mindenféle meccsolóval földarabolni. Tel van ott határőrrel. Hát hogy darabolná már föl ez a szar, tölgyes, hogy az a ráncos valagú vén szarcsimbók? Hát hogy? Mi? Oda mennek, lecsavarnak neki a határőrök két pofont, azt
Köpni, nyelni nem tud. Mondjuk nem kell neki pofon sem, mert láttam a legutóbbi beszédét, angolul nyomta a csávó, de annyi volt benne, hogy minden második szava egy 5 perces őrzés. Komolyan úgy gondolják, hogy ez a fickó bármilyen téren mérvadó. Nem is értem, hogy, hogy itt ezek az európaiak ményalják ennyire a seggét, meg miért istenítik ennyire, hogy mekkora király, mert van egy ilyen mondás, ez a pénz beszél, kutya ugató, meg jó megszedte magát, amikor itt annak idején elkezdték innen kiűzni a héber bosszúállókat, és ő meg úgy volt, hogy ő hiába volt, ő is közülük való, ő összeszedte, amit maguk után hagytak. Hát van ilyen, ebből van neki a lóvéja. Aztán most azt mondják, hogy mindenfélét spekulál össze-vissza. Nem, nem, ez nem spekulál, hanem bekulál, érted? Egy öreg ember, tisztába kell már tenni, beszélni, köpni, nyelni nem tud. Egy öregek otthonába kell berakni, jó, leszedálni azt, annyi. Semmi többre nem kell itt soros terv, soros csomag. A fickot egyszerűen egy az egybe álljon ki Vityával szembe, és lássuk ki a keményebb, de hát akkor most mégis csak nézzünk a saját súlycsoportjából egyet, mert azért mégiscsak Viktor egy fiatal ember hozzá képest, de szerintem még a Baló György az is simán összecsomagolná. Vagy szájkaratéba is lenyomja, mert ez már, mondom, köpni, nyelni nem tud, de megint csak lehet, hogy az én elmebeteg agyamban van a hiba. Szóval azt mondom, hogy aki úgy gondolja, hogy Soros Györgynek inkább el kéne húzni a büdös picsába, az nyomja meg az egyes gombot. Vagy nem is tudom, hát erre mit lehet mondani, kajak? Egy ilyen, és aki tudja a választ arra, hogy vajon mennyi pénzbe került az adófizetőknek, elnézést, vajon az adófizetőknek mennyi pénze vesztette el a közpénz jellegét azzal, hogy ez a levél eljusson hozzám, és a további, mondjuk, egy szerény becsléssel 5 millió tisztelt honfitársamhoz. Vajon mennyibe került ez? Mert lemerek fogadni, ez semennyibe. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert ezt nem a kormány küldte, hanem személyesen Orbán Viktor. És ez azt jelenti, hogy ezt ő saját zsebből fizette. Mert neki ilyen fontosak vagyunk. Ő ekkora király. Úgyhogy, ha erről lesz szó, ő egy az egybe nem fogja érdekelni. Ő egy ilyen liberális fickó, nem tesz különbséget kor, nem, bőrszín szerint, hanem csak fogja, oda megy, lecsavar egyet az öregnek, azt mondja, kifelé. Haver, te itt nem osztott neked senki lapot, úgyhogy kérlek, távozz az országomból. Mert ez nem Sorosisztán, hanem Orbánisztán. Úgyhogy itt, aki dirigálhat, az egyedül az, akinek a nép kétharmados többséget szavazott. Legalábbis ez az én elmebeteg gondolataim szerint, ez így van. Akár tetszik, akár nem. Úgyhogy most megint csak azt kell mondanom, hogy nem fog forogni semmi dal, de Georgi bácsi az foroghatna már végre. Ugye tudjátok, hogy hol. Na, úgyhogy akkor azt mondom, forogjon Georgi bácsi!